Köszöntöm Önöket, Kadarka Jénre vagyok, újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Elsőként jöjjön Vecsei H. Miklós, junior prima díjas színész. Édesapja Vecsei Miklós, édesanyja Patterman Kinga, mindketten szociálpolitikusok. Négy édes és egy idősebb szülei által örökbefogadott testvére van. A Színház és Filmművészeti Egyetem után a Víg Színházhoz szerződött, a Pál utcai fiúk dübörgő sikere nyomán rögtön megtapasztalta az ünnepeltséget, szinte állandó alkotótársa ifjabb Vidnyánszky Attila, komplex színházi alkotó, két verses kötete is megjelent, ő következik. Azt jól veszem észre, hogy neked egy ilyen életfeladatod, hogy mindig, minden körülmények között őszintének kell lenni. Ez most már adás? Igen. ez nem feladat, ez magától értetődik, és amióta ráéreztem, hogy ez mit jelent, azóta nagyon fontossá vált. Mit jelent? Azt hiszem, nekem meg kellett érni hozzá, hogy beállhassak saját magam mögé. Sok állarcot kellett lekaparjak és észrevegyek, sok buktatón kellett átesni, és egyszer csak odaérkeztem, hogy le voltam tisztulva, le volt kaparva minden, és jól esett ezzel együtt létezni. Azért is rugózom ezen az őszintesség témán, mert te elmondtad, hogy sokáig nem mondtál igazat, és ez még az egyetemen is jellemző volt rád. Ezt hogy kell elképzelni? Lódítottál? Hazudtál? Ha volt mondjuk egy történet, akkor hozzáadtam mondjuk egy ilyen mellék történetet. Ha az a történetben szereplő szám 7 volt, akkor én 9-et mondtam. Miért? Nem tudom. Ez sose volt nagy dolog. Mindig icipici. Hát biztos jobb akartam lenni, többnek akartam látszani, mint ami vagyok. Többiek észrevették ezt szerinted? Biztos, hogy volt rá alkalom. Szembesítettek ezzel? Nem, ennyire kemény helyzet nem lehetett volna. Azt mondták volna, de hát hasi az nem 9 volt, hanem 7. És akkor azt mondtam volna, hogy hát persze, az 7 volt. És aztán egyszer csak volt egy év, vagy pont egy exakt nap, amikor rájöttem, hogy a 7 az milyen felszabadító a 9-hez képest. És mennyire fontos, hogy ez a történet 7, vagy 0, vagy béna. De szerintem ez egy tanulás, ez a felnőtté válásnak egy fejezete. Hét évig tanítottam, és volt egy diákom, aki csinált egy életjelenetet, amiben ilyen öngyilkosság közeli gondolatai voltak. De hát ezt látja a többi osztálytársa is, látjuk mi is, fiatal tanárok, akik pont a saját botladozásainkból adódó tapasztalatokat szeretnénk átadni. És ez nagyon rémisztő volt, mert látszott, hogy nem találja a szavakat valami nagyon mély sötétségre. És én egyből felkerestem egy iskolapszichológust, beszéltem vele első körben, és aztán még aznap mondtam ennek a tanítványomnak, hogy mindenképp találkozzunk négy szem közt, és beszélgessünk hosszan. Ismerjük meg egymást, és lássam-e azt, hogy én tudok-e segíteni egyáltalán, avatott vagyok-e, vagy méltó vagyok-e. És ott ezen a beszélgetésem éreztem, hogy nálam túlmutató a fontossága minden mondatnak, és ezért teljesen le is kellett csupaszodni ehhez a beszélgetéshez. És azt hiszem, olyan 26 éves lehettem, és ezen a beszélgetésen mondtam ki először, hogy én amúgy nem vagyok tehetséges. Nem én vagyok a legjobb, és nincs is ilyen igényem. Persze akkor volt belül, de valahogy ezt kimondtam, és a találkozó után hosszan végig gondoltam, hogy én mit mondtam, és mit is jelent ez. És azt hiszem, innen indult egy nagy és fontos gondolatmenet, de ez igazából a szakmai
részét illeti az életemnek, de van most egy olyan érzésem, hogy az eddigi beszélgetésünkben nem a... Nem tudom, lehet, hogy nem a jó szavakat, vagy a jó mondatokat használom. Nagyon összefügg nálam a szakmai és a magánéleti rész, és most kicsit a kettő közé esek. Hogy szétbogozzuk. Jó. De ha jól sejtem, neked sokáig az volt az ambíciód, és ez nyilván egy tág horizontot is kaphat, általános értelmet is a nézők és a hallgatók számára, hogy te legyél a legjobb, vagy a legtehetségesebb, és amikor ezzel szembesültél, hogy ez nem biztos, hogy így van, és ezt el tudtad engedni, ha jól sejtem, akkor állt össze valami az önazonosságból. Tehát egy nagy-nagy ambíciótól és egy nagy hátizsáktól te megszabadultál. Igen, félek, hogy akik nem ismernek engem most, teljesen félre fognak ismerni. De sose volt ambíció, hogy én legyek a legjobb. Az volt az ambícióm, hogy a színpadon, amit csinálok, az jó legyen, az működjön, és ezt mondják, és éreztessék, és benne legyek, mint ahogy a gyerek szeretné, hogy az anyukája vagy az apukája éreztesse, hogy fontos, hogy ő van. De ez még a gyermeki létezésem volt, úgymond éppen ezért a szakmában. És aztán rá kellett jöjjek, hogy én nem jó vagy rossz lehetek, nem nagyon tehetséges vagy satnya, hanem igazi. Igazi, és egyetlen egy dologhoz képest saját magamhoz. És onnantól kezdve minden, ez a nézőpont, főleg szakmailag, teljesen átalakult. És ez meghozta az őszinteséget is. Mert hogyha valami nem volt igazi, akkor azt én is éreztem. És nem kezdtem el reklámot csinálni annak, hogy bár pedig ez igazi volt. Vagy nem vártam egy nem igazi dologra az igaz visszajelzést, és hittem el onnantól kezdve, hogy jaj, de jó, én tudom, hogy nem volt igaz, de a visszajelzés az igazságot mondta, tehát ez igaz. De ez egy kis pillanat, de lehet, hogy ez egy szakmailag érdekes dolog inkább. Na, de ugorva egy nagyot az időben. Te azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon korán rossz társaságba keveredtél. Ez alatt mit kell érteni? Olyan kiegyensúlyozott, egyenes ívűnek tűnt vagy tűnik a te pályád és életed, amíg az ember nem kezd el sok-sok interjút olvasni veled, vagy nézni? Mi ugye, hatan vagyunk tesók, és a bátyám, ő egy mozgássérült cigány fiú, akit örökbe fogadtak a szüleim. Apukám hajléktalanszállón dolgozott, anyukám vagy mellette, vagy koraszülöttekkel, vagy mozgássérültekkel. És hát persze otthon volt velünk. És ezért tulajdonképpen a mi gyerekkorunk az a cigányság, hajléktalanság, mozgássérültek, koraszülöttek sok szögében telt. Az volt a mi valóságunk. És ezért soha egy pillanatra sem volt téma az, hogy nekünk mondjuk milyen igényeink vannak, vagy milyen lehet egy nem ilyen élet, mert ez volt az élet. Ami szerintem egy nagyon hálás alap, főleg a színházi pályán, hogy így kezdődött minden. És aztán a szüleim, amikor 11 éves voltam, akkor kezdtek el válni, ami egy jó nehéz időszak volt, 7 éven keresztül az egész családnak, de erről sokszor sok helyen beszéltem, és mindenképpen megalapozza a személyiségemet, de nem is nagyon részletezném. A lényeg, hogy ott kicsit egyedül maradtam, és ebben voltak nagyon szép dolgok, tehát ilyen igazi városban barangoló kamasz korom lehetett, amikor épp nem a testvéreimre kellett vigyázni, vagy velük lenni. Tehát mondjuk 12-től 18 éves koromig ez egy végtelenül szabad helyzet volt, és ezért amerre a kíváncsiság visz egy ilyen korú fiút, az engem minden irányba elvitt. És rossz irányba is ezek szerint. Rossz irányba is, sok dologgal találkoztam korán, de... Meg is érintett? Tehát volt hívó ereje? Persze, én baromi kíváncsi vagyok mindig. És volt. Hát persze, volt. Az mi múlik szerinted, hogy az ember nem kallódik el végső soron? Hogy nem ezt az utat választja? Hát a példa és nevelés, az mindenképpen. Én azt hiszem, hogy minden, tehát társadalmi szinten minden az oktatásnál kezdődik, és a szülőkkel való kapcsolaton. Ennélkül minden
minden félre siklik, azt hiszem, ha ez a kettő nincs a helyén. Az emberek nagy része azt hiszi, hogy ismeri magát. Miközben tényszerű, hogy ami azt jelenti, hogy én, az a tudatunk alatt van. Nagyon-nagyon nagy százalékban. Felmérhetetlenül magas százalékban. Tehát ami minket valóban megmutat magunknak, azok az ösztönössé kényszerített helyzeteink. Tehát amikor kiforgatnak minket saját magunkból, pozitív vagy negatív irányba. Akkor derül ki valakinek az igazi valója? Igen, ami a mélyén mozgatja a szálakat, azt hiszem igen. Nem csak akkor, de az esetek nagy részében igen. És az életünk nagy törései, ezért aztán, ha a fekettesség elmúlik, akkor végeredményben magunkhoz vezetnek. Mindig elmúlik? Nem mindenkinek. Hát erre látjuk a példákat. De azt hiszem, össze kell szorítani a fogát az embernek, hogyha se barátja, se istene, se testvére, se szülei, és teljesen egyedül van, akkor is ott van ő maga. És valahogy meg kell fejteni, hogy a nem elmúlásnak mi a gyökere. Hogy a legtöbb szerelmi fájdalmunk és önmagunkból kivetkezésünk az anyukánkhoz, apukánkhoz kötődik. Vagy még magzati korunk előtt kötődik édesanyánk első szerelméhez, vagy az ő apukájához, vagy évezredekre visszamenőleg. Te ilyen szerelmi csalódások idején nagyon tudsz fájni magadnak? Sokan vagyunk így ezzel, csak hogy úgy kérdezem, hogy te ilyen nagyon tudsz szerelmi bánatba topzódni? Nagyon. Nagyon. Hát főleg fiatalabb koromban, amikor az ember nem érti, hogy mi ez. Mert amikor már van magyarázat, az szép is tud lenni, akkor szép tud lenni a fájdalom. De amikor nincs magyarázat, és nem találod a magját és a gyökerét, csak mar, és nem alszol, és nem ismersz magadra, az nehéz. De egy színésznek egyébként olyan szempontból jó, hogy ezeket el tudod raktározni az érzelmi emlékezetedbe. És amikor azt gondolod, mondjuk, hogy Ofélia elárulja Hamletet, akkor az árulás pillanata az igazi tud lenni számodra, és az fontos érzés színpadon. Ha meg tudod kapargatni a saját magad életedben. Igen, és rájössz, hogy akkor nem tombolsz a színpadon, csak óvatosan elmosolyodsz, és bólogatsz, mint József Attilának a Reménytelenül versében. Azt úgy szeretem, hogy az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Az olyan élettapasztalat, ez az okos fejével biccent, nem remél. Viccentve tudomásul veszem, hogy igen, ez van. A saját életemet nem segíti a remény. A világot, ahogy nézem, és mondjuk fáj érte a szívem, mondjuk, tehát mindig, tehát van aktuális, amiért fájhat. Például a magyar oktatás helyzete az olyan napi szinten fájdalmas. Minden aspektusa, pro-kontra aspektusai, vagy a háború, ami itt van mellettünk, vagy az ember csak megy a 4-es-6-oson, és tud fájni neki a dolog, akkor van bennem valami remény, hogy ez egyszer nem így lesz. De tudod, miért van bennem remény? Mert magamban már nem bízom, hogy én ezen tudok változtatni. Sokáig úgy tekintettél magadra, mint akinek ez feladata? Igen, én úgy éreztem, hogy ez... Csináltuk. Én alapvetően nagyon-nagyon szeretem az embereket, és baromira bízok is bennük. Hiszek abban, hogy alapvetően jók vagyunk valahol. Persze abban is, hogy iszonyat nehéz ezt lehozni. Talán egyre nehezebb. De amikor csináltuk a Pál utcai fiúkat, akkor Marton tanár úr, amikor a tapsrendet készített, akkor mondta, hogy a visszatapsnál még egyszer elénekeljük a Mi vagyunk a Grundot, de ott már nem csak a Pár utcaiak, hanem jöjjenek be a vörösingesek is, vegyüljünk, fogjuk meg egymás kezét, álljunk be egy sorba, és énekeljük el ezért a reményért, amiről most közvetetten beszélünk. És én akkor megértettem azt,
És utána a darab sikerét én ebben láttam, hogy szerintem ez nagyon sok magyar embernek vágya, ez az összekapaszkodás. Hogy ezek az online üzengetések és véleményvezérségek és szatíra és folyamatos gúny és gőg, az álljon meg, és valahogy így a nagyszüleink szelídségére, vagy a kétkezű munkás szelídségére térjünk át, és nézzünk egymásra. Én ebben baromira hittem. Te mióta tudod, hogy jó élni? Jó élni? Igen. Most egy Cseh Tamás estet csináltunk, és Szabó Balázssal és Ratkóczi Hubával, és a Bérces Laci csinált Tamással a rákos megbetegedésének pillanatától tulajdonképpen a haláláig egy interjúsorozatot, és a Laci tulajdonképpen ajándékba elküldte nekünk az utolsó hangfelvételt, ahol a Laci őszintén, amilyen ő, megkérdezi a Tamást, hogy te most át fogsz menni egy másik oldalra, és ha ott vannak lények, és megkérdezik tőled, hogy milyen volt az az élet, akkor mit fogsz nekik mondani? És a Tamás már recsegő hangon azt mondja, hogy hát öregem, hogy ez gyönyörű. De minden, és tudod miért? Mert minden szarság után mész, és belerohan a nyáj a pénzbe, és ezt mondják rólad, és azt hazudják, és ezek összekapnak, és ott állsz, és azt mondod, és még mindig gyönyörű öregem. Még mindig. Most ezt jutott eszembe. Azt hiszem, a beszélgetésből készült könyvnek is ez a kivonata. Nekem ez sokáig volt így a fejemben, mint egy ilyen vezérgondolat. Kicsit nyilván át van fogalmazva, de azt hiszem az a lényege, hogy bárkik is laknak ott, azt fogom nekik mondani, hogy megéri. Igen. Na, de eddig persze el kell jutni. Tehát nekem is nagy törések és fontos pillanatok kellettek ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy megérkeztem. És pont az utóbbi egy évben volt talán a legnagyobb törés, és egy végső megérkezésnek gondolt dolog. Aztán persze jönnek majd újabbak, de most érzem azt, hogy felnőtt lettem, és mostantól már én talán nem számítok, csak azok, akik a közvetlen környezetem, és akiket szeretek. A törés természetrajzáról lehet valamit tudni? Sok pici törés van. De most megint csak képek ugrottak be, és ne haragudj, hogy nem ilyen direkt válaszolok nem sosem. Baj. Ez most így alakult, ne haragudj érte. Emlékszem egyszer, amikor a életem eddig leghosszabb kapcsolatának vége lett, és egyúttal minden omlott össze, éppen Oroszországban játszottam, távol mindentől és mindenkitől, és egyszer csak édesapámtól kaptam egy üzenetet, akivel akkoriban nem voltam még olyan nagyon szoros kapcsolatban, de úgy érezhette a lelkemet akkor. Ez most már utólag nagyon jó érzés. De írt csak egy SMS-t, hogy add Uram, hogy fájdalmam értelmet nyerjen, könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Ez szép kis ima, mert két részből áll. Add, hogy fájdalmam értelmet nyerjem. Ez egy gyakorlati tanács tulajdonképpen. És könyörülj rajtunk, az meg egy többes szám. Tehát az én fájdalmammal hagy magamra, és adj erőt, hogy megfejtsem, és a végére járjak. Tulajdonképpen ez egy akár egy terápiára való felhívás is lehet. De az, hogy akiknek ez az érzet a magja, az a két ember, vagy három, vagy közösség, azokon együtt könyörüljön, aminek hívjuk, hívhatjuk életnek is. Ez egy nagy pillanat volt, azt hiszem. Óriási pillanat volt, amikor kimondhattam azt, amiről a beszélgetés elején szóba kerültünk, hogy nekem nem tehetségesnek kell lenni, hanem igaznak.
És aztán nagyon nagy pillanat volt az, amikor eljutottam terápiára, és túl, tehát a hitemen belül, tehát az a tévképzeteket a szabályokról és szerepekről le lehetett rombolni, el lehetett jutni nullára, és megtalálni egyébként egy hipnoterápia folyamán, ez egy, nekem egy másfél éves áldott, és örökké hálás leszek érte, hogy ez velem megtörténhetett folyamat volt az életemben. Tehát egy hipnoterápia mentén a tudatalattimnak a góc pontjai felszínre kerültek. És gyönyörű, és nagy-nagy dolgok történhettek velem. És ezek a pillanatok, elmesélem a legfontosabbat. Az volt, hogy az én terápiámban, az esetek többségében, amikor az ember eljut ebbe a befogadói állapotba, akkor elképzeltem, hogy mellettem utazik a kis hasi. Nem tudom, hány éves? 4-5. És csak megyünk, és megérkezünk egy helyre, amiről nem tudom, hogy mi, de a tudatalattim megsúgja. És sok hipnózisban, ahol a félelmeimmel, ahol fájdalmaimmal, gyávaságaimmal, hazugságaimmal találkozhattam, sok ilyen után egyszer csak ott álltam egy gyönyörű rózsaszín az Hagia Szófiára hasonlító palota előtt. És ott voltam én, olyan tényleg 4-5 évesnek látszottam, de lehetett érezni, hogy valójában még ez egy magzati állapot. Ezért is volt minden rózsaszín. És fogtam a kezét ennek a kis hasinak, és mögöttünk egy ilyen angyalszerű lény, egy idősebb úr jött, és rámutatott egy képernyőre, amin egy óriási tévéképernyő volt, és azt mondta, hogy most ezen a képernyőn fogod látni az összes nőt, akivel életedben találkoztál, sőt, aki létezik a világon. 3 milliárd nő ott lesz ezen a képernyőn. És te kiválaszthatod, hogy ki legyen az édesanyád. És akkor még az volt bennem, hogy lehet, hogy sok nehéz dolgot így rekonstruálni, vagy újraépíteni lehet majd az életemben, és elfogadtam szégyen szemre ezt a szabályt, hogy ha lesz olyan nő, akkor én megpróbálom végigfuttatni az életemet máshogy. És ez persze félreértés ne essék, itt nem arról van szó, hogy édesanyám annyi fájdalmat okozott volna, de nem is könnyítettük meg így családilag egymás életét, ez a 8 ember, aki a család. És ott álltam a képernyő előtt, és végig gondoltam azokat a nőket, akiket mondjuk nagyon bölcsnek gondolok, akiktől mondjuk csak szeretetet kaptam egész életemben, akikben végtelenül bízom, akik kiegyensúlyozottak. És ezek mind színes képernyők voltak, és a jobb alsó sarokban épp hogy csak észrevettem egy fekete-fehér képernyőm, anyukám ott guggolt és sírt. És akkor már nem voltam tudatomnál, teljesen benne voltam ebben az álomképben, úgymond. És azt mondtam ennek az angyalnak, aki, angyal figurának, aki megengedte, hogy válasszak, hogy hát természetesen én az édesanyámat választom, de nem sajnálatból, hanem mert ő az édesanyám. Hát hogy is választhatnék mást? És emlékszem, csak annyit történt, hogy rám tette, vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy értem. Nem dicsért meg, nem mondta, hogy rossz választás, hanem értette, és én is értettem. És én igazából például azóta szeretem anyukámat. Úgy, mint egy anyukát, és nem mint egy embert, akit megszerettem az életem során. És ha már említetted a válást, és nem a részletekbe szeretnék belemenni, de szerintem nagyon sok ember nagy feladata az életben, akinek elváltak a szülei, hogy ezzel mit kezd?
később, felnőttként. Igen. Hogy tudja ez begyógyítani? Hogy simulnak ki a konfliktusok, a sérelmek? Igen. Nekem az egy kedvenc, idevágó filozófiám, vagy példabeszédem az a Mrs. Doubtfire-be hangzik el, amikor a végén Rabbi Williams idősasszonyként szerepe szerint, akkor kap egy olvasói levelet, és azt kérdezi tőle egy fiatal kislány, hogy elválnak a szüleim, ez azt jelenti, hogy engem már nem szeretnek, és azt mondja, hogy nagyon szeretnek téged a szüleid, de most nem a legjobb anyukát és apukát kaptad, viszont ők most el fognak válni azért, hogy te jobb anyukát és apukát kapj, mert ők téged nem szűntek meg szeretni, csak egymással nem jönnek ki. Te magadra nézve találtál-e hasonló fiatal gyerekként, 11-12 éves gyerekként hasonló megoldó képletet? Ez életszakaszonként nagyon-nagyon más. Azt hiszem, a megoldó képlet, hogy ki hány éves korában és milyen közegben ér ez a dolog. Pont 1-2 hónappal ezelőtt, amikor az első virágzás volt, akkor ültem a kis kertünkben, és néztem a vadalmafát, ahogy ilyen kis fehér virágok sarjadnak rajta, és nagyon-nagyon szép volt. És arra gondoltam, hogy na egyszer kéne írjak egy könyvet, vagy egy hosszú levelet minden gyereknek, akinek elválnak a szülei. Mert hihetetlen, hogy mennyi embernek befolyásolja az életét, akár úgy is, hogy nem tudja. Nem kell ahhoz napokig sírni a hátsó szobában, vagy emósnak lenni 21 éves korunkig, hogy ez mély nyomokat hagyjon. Lehet, hogy ez nem látszik. Az én lépéseim, én nagyon sokáig azt éreztem, hogy bocsánatot kell kérniük. Tőled? Tőlünk, a testvéreinktől. És és akkor így megint visszatérnék a hitemre, hogy a Biblia egy baromi izgalmas dolog, olyan, mint egy kalandjáték, mert minden fontos és nagy történetünk, a negatív vagy pozitív, az valószínűleg van egy bibliai környezetben, vagy akár be is tudod helyettesíteni. És ugye hát az biztos, hogy nem jó kedvükben válnak az emberek, és amiket olyankor produkálnak, amikor elveszítik azt, amire fölesküdtek, az egy jó érzésű embernek pokoli érzés. És de megtörténik valahogy. Valahogy megváltozik az ember, csalódik magában, és én olyan emberektől vártam bocsánatot, akik iszonyúan csalódtak magukban, vagy olyan embert, és ez itt van egy kis csavar, olyan embertől várok bocsánatot, akinek bocsánatot kéne kérnie. Micsoda, egyszerűnek hangzó, de mennyire abszurd dolog ez. Tulajdonképpen nekem föl kéne oldozni attól a tudattól, hogy ő ebben a szituációban van. És érdekes módon, egészségedre. Köszönöm. Érdekes módon tulajdonképpen te bocsátasz meg előbb. Tehát a bocsánatkérést a lélek meg tudja előzni, helyre tudja tenni, és azt hiszem, hogyha el tudsz jutni addig, hogy megbocsátasz, akkor a bocsánat kérő nagyon nagyot tud gyógyulni. Mert ez egy iszonyatosan nehéz mondat, nagyon nehéz szemlélet. Ez megtörtént köztetek? Igen. Igen. Megrázóak azért az ilyenek, nem? Ha kifejeződik. Ha verbalizálva van. Nem biztos, hogy kell. Én azt hiszem, hogy amikor valakinek összeomlik az élete, akkor új életet kezd. Egy darabig a nagy szombati pozícióban van, tehát a keresztrefeszítés után és a feltámadás előtt, az ős magányban, a sötétségben, amit végig kell járni és taposni. De aztán, ha szerencséje van, és az élet ad neki önreflexiót, akkor újjászülethet. De ezek ilyenkor gyakran megtörténik, hogy 45-55 éves emberek még csak 2-3 évesek. És ilyenkor hagyni kell időt mindenre. És ha azt látjuk, hogy valaki ugyanazokat a köröket járja, az persze megint egy más kérdés, de azt hiszem, hogyha kellően
őszinték vagyunk, és figyelünk egymásra, akkor az ilyen újrakezdéseknél nagyon nagy súly van rajtunk, hogy ezek jó irányba történhessenek. Tehát én a szüleimmel, tehát nagyon szeretem őket. Nem, semmiért nem neheztelek rájuk, de azt együtt kell tudjuk mi, 6 testvér és a 2 szülő, hogy az ő sorsuk nagyon intenzíven a mi sorsunkat is, és kapcsolatainkat is meghatározza. De ezek nagyon szép történetek lehetnek aztán hosszú távon, amikor az idő, az eltelt idő, az teljesen egy... Nem lesz azonos az óra által mért idővel. Most jól vagy? Hála Istennek nagyon. Hála Istennek. Egészségesek a testvéreim, egészséges a párom, a kiskutyám. Van kommunikáció az emberek között, és bízalom, hogy ezeken a dolgokon átmegyünk. De ez most egy boldog időszak a nehézségek ellenére. De ezt úgy mondom, hogy boldog időszak, hogy közben tudatában vagyok annak, hogy milyen a társadalomnak a képe és a helyzete. Tudatában vagyok a háborúnak, tudatában vagyok a manipulációnak, de próbálok derűs lenni, és ez boldogsággal tölt el. Maradjon ez így, nagyon sokáig, kívánom. Köszönöm. És azt hiszem, Tolnai Klári mondta azt egy interjúban, hogy bizonyos kor fölött nem érdekeseket kell elsősorban mondani, hanem az igazat. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon, hogy meghívtál. Vecsei H. Miklós után jöjjön Simon Renát, a táncművész. Kitartását, a tánc iránti imádatát és persze tehetségét sok próbálkozás és elutasítás után koronázta siker. Korábban sokszor szorongott, ha színpadra kellett lépnie, és az önbizalma sem volt a helyén. Jelenleg egy mozgáson alapuló önismereti módszerrel segít feldolgozni a gátlásokat és felszabadítani a testet, lelket. Emellett a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvánnyal az északkeleti régiókban látogatja a kórházakat, hogy felvidítsák a betegeket. Megáltalkodott elszántsággal szeret segíteni az embereknek. Ő következik. Hallom, hogy azért te izgulós vagy, tehát közönség elé nem lépsz olyan könnyen. Hát nem. Nem, valóban. Ez nem tudom, hogy mikor kezdődött, valószínűleg ez mindig is volt. Mert hogy nem emlékszem arra, hogy mikor nem volt. De hogy... Gondolom egy ilyen saját magam felé való elvárás, plusz ugye az ismeretlentől való egyfajta félelem, tehát hogy azon a színpadon, az előtt a közönség előtt én még nem voltam, még akkor is, hogyha már egy nagyon begyakorolt számmal megyek, már akkor is, hogyha a 25. előadást csináljuk, de hogy akkor és ott az csak most van. Nálam mindig ez egy ilyen pengélyen táncoló dolog, hogy így előtte én nagyon lenyom, tehát akkor én ilyen zombi módban vagyok, hogy mondjuk így teljesen megvan ez az emlékem, hogy színpad előtt ilyen alig bírok bemelegíteni, és ilyen minden, viszont amint kilépek, abban a pillanatban ez így átfordul, és így erővé válik, hogy itt igazán önmagam lehetek. De ki kell lépni a komfortzónából? Szerintem igen. Az miért jó? Mert ott tágulunk. Tehát, hogy ott van az, amit nem ismerünk magunkból, és... De azt meg kell ismerni. Szerintem, hogyha nagyon benne maradunk a kis kényelmes világunkba, akkor úgy azért bemerevedünk így abba, hogy én ezt szeretem, nekem ez jó, én ezt ismerem. De az komfortos. Ez persze nagyon komfortos, csak nincsen azon túl így semmi. Uh-huh. Nincsen azon túl, hogy még a személyiségemnek a többi oldalát fel tudjam fedezni, vagy a lelkem mélyebb rétegeit, vagy hogy kipróbálni magamat olyan dolgokba, amit én amúgy lehet, hogy magamtól el sem tudtam volna képzelni, de... Te ilyen voltál? Tehát én mindig... nagyon. De például nekem édesapám szokta mondani, hogy hát ő még arra emlékszik, hogy én a mosogatógépbe a koszos villát azt így teszem be, tehát egy kicsit ilyen hercegnői attitűddel, hogy én nem akarok hozzáérni, és aztán pedig én elmentem egy tanyára lakni, mert hogy lehet, hogy félek egyedül, akkor kipróbálom. De ezért mentél el? Hát ott például volt egy ilyen, igen, hogy kíváncsi voltam, hogy félek-e. És féltél? Nem. És akkor mit érzel? Tehát egy megnyugvás, sikerélmény, biztonságérzetet ad.
ezt a tágulást, inkább, hogy több vagyok annál, mint amit gondoltam. És mindenki több annál, mint amit vélelmez saját magáról? Ez biztos. Ez biztos? Uh-huh. De miért? Nem hisszük el? Nem hisszük el, nem látjuk. Főleg azért itt a magyar társadalom nagyon hajlamos erre az önbántalmazásra, hogy eleve mondjuk történik valami ilyen szerencsétlenségvel, és akkor még úgy pakolja magára a zsákokat, hogy ám, persze nekem ez se sikerül, meg úgy az se, meg a múlt héten is a nem tudom ki is olyan csúnyán szólt hozzám, és akkor, hogy így zárjuk be magunkat. Szerintem nagyon hajlamosak vagyunk így erre. Te is? Persze. A különbség szerintem az, hogyha valaki elkezd mondjuk önismerettel foglalkozni, én ebben ugye teljesen benne vagyok, meg ez is a másik szerelem, akkor legalább tudunk róla. És ha tudok róla, akkor abba tudom hagyni. Mert amíg nem tudok róla, akkor csak így történik a fejembe, egy szokás is egyébként, nem lépek ki belőle, és csak így nyom össze. De te például azt tudtad magadról, hogy félsz egyedül? Ja, persze. Ezt hogy fedezted fel? Hát ez nagyon egyszerű volt. 10 évesen rám jöttek ilyen szorongások, akkor költöztünk haza, mert külföldön éltünk, és akkor költöztünk. Ausztriában éltetek. Igen, igen. Magyarországra, és akkor ez a költözése, meg gondolom a sok nagy változása, az én érzékenységem úgy reagált, hogy én elkezdtem szorongni, és akkor én nem tudtam máshol aludni, csak otthon. Tehát, hogy ez egy ilyen, mai napig nagyon kardinálisan úgy, hogy hol alszom, tehát az legyen jó hangulatú, ahol nekem aludnom kell, de hogy ott úgy kijött, hogy igen, hogy ez az egyedül lét, vagy talán azok a rétegeim, amiket még nem fedeztem fel, hogy valami azért így ott van, és attól így félek, és hogyha a szüleim ott vannak, akkor kevésbé félek. Ez most nyilván ilyen 10 évesen, amennyire ezt így le tudom fordítani. Amikor ott álltam, hogy oké, akkor költöznöm kell, mert akkor ott kellett hagynom az albérletemet a városból, hogy akkor hova? Hát én tanyára vágyom. Na jó, hát, de hogy vajon merek-e egyedül? És ez a, hát most mit rossz történhet? Oda megyek, félek, azt visszajövök. Tehát, hogy mi maximum egy és hónapot. És féltél? Nem. Nem. Ugye a tánc karriered sem volt tükörsima. Volt, ahol például többször elutasítottak. De aztán harmadszorra sikerült. Ez volt ugye a svéd balett. Igen. Amikor kétszer elutasítanak valakit, szerintem ez egy nagyon fontos dolog az életben, hogy a kudarccal való szembenézés képessége, akkor például neked nem vett el a kedved? És nem mondtad azt magadnak, hogy hát lehet, hogy hagyom én ezt. Nem. A pillanatban nyilván igen, tehát amikor én valamit nagyon szeretnék, meg szerintem, hogy mindenki is van, nagyon szeretnéd, nem jön össze, azért ez egy falba ütközés, és ez egy, amit mondasz is, hogy kudarc élmény. Tehát azért az megvolt, csak én szeretek magamnak adni egy ilyen egy határidőt, hogy meddig szenvedjek, hogy mondjuk ez a jó, most nagyon rosszul érzem magam, és azt így megengedem magamnak, hogy jó, hogy egy-két napig ez oké, de általában utána... Általában 2 napot engedsz magadnak. Elváltozó, amúgy inkább csak egyet, de... De ezt el tudja dönteni az ember. Szerintem azért, ha már egy szándék van mögé téve, hogy én nem szeretnék ebbe dagonyázni, ebbe a szenvedésbe, amúgy nagyon hajlamosak vagyunk rá, ez a mártírszerep, ez a önbántalmazás, tehát, hogy még visszük magunkat mélyebbre, mint ahol amúgy vagyunk. És akkor persze, akkor adok magamnak egy napot, nem baj, nem kelek ki az ágyból, pizsamában vagyok, az egész életnek sem értem, hogy azt érzem, de hogy, tehát ez pont másnap reggelig lehet. És akkor utána, még ha az érzés meg is van, hogy azért az érzéseimet nem feltétlenül én döntöm el, akkor az én stratégiám, hogy elkezdek takarítani. És kitakarítod magadból a kudarcot és a fájdalmat. Hát ez már az első lépés, azt már így érzem, hogy na, ez már a gyógyulásnak a jele. És volt olyan, amikor bármilyen kudarc, vagy veszteségélmény, vagy fájdalom túl kéreckedett ezen az egy, esetleg 2 napon? Tehát, hogy akkor mi a teendő? Persze, hát... Álkérdés volt, mert azért gondolom, hogy takarításon ezen múlik el. Persze, most ezt nyilván ilyen egy-egy dolognál így lehet ezt alkalmazni, de pont a legutóbbi ez egy ilyen fél éves periódus volt, ami nyilván nem egy nap alatt ment ki, de mondom, szerintem a szándék az fontos, meg az elfogadás, hogy jó, én most így érzem magam. És ez valid, hogy én így érzem magam, hiszen szerettem volna valamit, nem vettek fel, hát az nyilván rossz érzés. Mindegy, hogy mi az indok. Ha csak az lett volna az indok, hogy nem tudom, amúgy mégis mégse keresünk embert, csak megnéztük, hogy a városban mi a felhozata, de hogy akkor is, tehát, hogy abba beletettem szívem, lelkem, erőm, energiám, ott izzadtam, és hát ugye vágyam, hogy én
ott annak a társulatnak a tagja legyek. Ha harmadszor se vesznek föl, akkor mi történik? Hát nem tudom, azért elég kitartó tudok lenni. Igen? Tehát ilyen vasakarat jellemez? Nekem kicsit nehezebb elengedni, tehát hogy igen, hogy van az a pont, amikor így, tudod, amikor már nem érdemes érte küzdeni, mert már az egész élet azt mutatja amúgy, hogy ezt már ne, mert ezt én már csak a fejembe találtam ki, és akkor azt a pontot így észrevenni, hogy meddig tegyek, és hol van az, hogy elengedjem, mert szerintem ebben az a nehéz, hogy mindig, ugye mindig ott a kérdés, hogy mindent megtettem-e. És akkor azt érzem, hogy ha nem, hát akkor én még teszek. És akkor még egyszer, és még mindig, és akkor így bele hajszoljuk magunkat egy ilyen ördögi körbe, hogy már nem veszük észre, hogy ez már amúgy nem is minket szolgálna. Már nem, ez már nem is az, tehát már sokkal többet követel tőlem, mint amit így az élet áramlása egyébként így természetes úton meg tudna ebből így ragadni, én ebből tudnék épülni. De szerinted ez miért van? Nem tudsz veszíteni? Szerintem nem ez a veszítés dolog, mert mondjuk egy társasjátékban így kiskoromban el tudtam viselni. Annak kevesebb az a tétje. Ott kevesebb a tét, vagy hogyha volt valamilyen táncverseny, és nem én nyertem. Tény, hogy szeretek jó lenni abban, amit csinálok. Tehát én nagyon hiszem azt, hogy biztos benne van, hogy ugye én azért nagyon sokat is bele is teszek, hogy jó legyek. Tehát, hogy gondolom ezt, hogy egy kicsit ez az elvárt is, hogy hát én olyan sokat tettem bele, akkor jónak is kell lennem. Vagy lehet, hogy a tánc ilyen értelemben így módon trenírozza az embert. Tehát, hogy soha nincs elég. És folyamatosan egy ilyen szakadatlan maximalizmusba hajszolja, gondolom én, aki hát nem vagyok egy nagy táncos, de hogy szakadatlan maximalizmusba hajszolja a növendékeket. Ez hírlik. Hát ez így van. Tehát, hogy főleg ugye klasszikus balettban soha nem lehetsz elég jó, mert mindig lehet egyel többet forogni, mindig lehet egyel magasabbra ugrani, mindig lesz, akinek magasabbra megy a lába, és akkor ő kapja meg a szerepet, tehát, hogy és akkor mindig tudsz magadon dolgozni, hogy az az izmod nem elég erős, tehát, hogy persze, tehát, hogy biztos, hogy innen is hozom, de szerintem ez nagyon rezonált az én karakteremmel, hogy ez a minden, ha én akarok valamit, az igazából mindig csak időkérdése. Tényleg így van? Tehát valamit eldöntesz, akkor azt te célhoz rendelten eléred. Általában igen. Igen? Igen. Volt is olyan, amit úgy nagyon a fejedbe vettél, de mégsem sikerült? És még mondjuk még el is mered mesélni így nyilvánosan. Jó, oké, igen, van olyan, de itt is azért az elfogadás, hogy például szerettem volna izmosabb lenni, de az én izomzatom sokkal rugalmasabb, mint hogy úgy tudjam ezt úgy igazán építeni, és ez nekem sok idő volt, míg mondjuk így elfogadtam, hogy én hiába tréningezem itt magam, meg súlyzózok, meg nem tudom, mit csinálok, és hogy nem, mert én nem leszek soha olyan izmos, mint az egyik olyan kollégám, akiről nagyon felnéztem, hogy az a karizom, hogy így nőként is, és hogy ez milyen szép. Szóval ezt ugye azért úgy el tudtam engedni, hogy jó, hát én valószínűleg sosem leszek egy ilyen izomgizi. És hogy, így hívják, izomgizi? Hát ezt én hívom. Ja. De hogy jól van ez így, mert van más. Vagy lehet mást. Más az életben nyilván volt egy kisebb dolog, de arra meg inkább így szerintem utólag rájöttem, hogy valószínűleg az nem kellett nekem. És nem utólag gondoljuk mi azt ilyen felmentő ideológiaként? Nagyon sokszor. Tehát ezzel magyarázzuk meg. Nekem ez veszőparipám, amikor valaki azt mondja, történik vele valami, mondjuk ez messzire vezet, történik vele valami, szerintem minden egyébként rajtunk múlik, tehát a döntéseinken. Én nem hiszek ezekben az eleve elrendelt, karma által felállított dolgokban, és azt mondja valaki, hogy hát ennek így kellett történnie. Szerintem nem így kellett történnie, egész egyszerűen az ő döntéseivel állítódott elő egy ilyen szituáció, amit aztán később ő azáltal, hogy neki ilyen bukásként értelmezni a saját fejébe, vagy kudarcélményként, megmagyarázza a sors fonalát szövőknek a szeszélyével, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. Nagyon jó elmélet. Részben egyetértek, mert szerintem van, hogy erre használjuk, hogy csak így ledobjam magamról a felelősséget, és ó, hát én nem is rajtam múlott, pedig amúgy de. De én azért hiszek abban, hogy bízni kell a létben. Tehát, hogy nem, szerintem a mi kicsi egónk ahhoz nem elég tág, hogy mindent átlássunk. Minden embert. Eleve egy másik embert sem én nem foghatok fel teljesen. Hát az összes színében, összes rétegében, az elmével, a viselkedésében, a traumáival, a mintáival, a vágyaival. Egyszerűen nincs az az év mennyiség, amiben szerintem így fel lehet egyszerűen fogni a másikról. És én ugyanígy vagyok, hogy szerintem élethelyzetek
ebben sem tudunk mindent felfogni, és hogy néha már pedig így rá kell bízni magunkat, szerintem a létre, én ezt úgy szoktam hívni, és ez szerintem nem teljesen egy ilyen kibújás, hogy a felelősséget így letolom magamról, hanem jó, például ez a svéd király balett dolog, hogy én ezt nagyon kitaláltam, én nagyon szerettem volna oda menni, és már mindent megtettem, tudjuk, mindent megtettem, és aztán ott voltam, és nagyon, tehát, hogy én a legboldogtalanabb évemet töltöttem ott. Mert csak azért én kitaláltam, de közben nem, tehát már nem vettem észre, hogy egyébként én nem is szeretek oda bejárni. Nem olyan a hangulat, nem az az értékrend. És akkor ez e felett az egy kicsit így elcsúsztam. És hogyha így visszagondolok, lehet, hogy bíznom kellett volna a létben. Ugye te megalkottad a saját módszered, amit te lélektáncnak hívsz. Igen. Ez mit jelent pontosan? Hú, az egy lélektánc. Igen. Nem is annyira szoktam a tánc szót használni egyébként, tehát amikor kérdezik, hogy ez micsoda, ez egy önismereti foglalkozás mozgáson keresztül. Uh-huh. Tehát mert a tánchoz azért emberek ugye kifejezetten általában technikákat szoktak társítani, de hogy azért ez nem ez, pont az a lényeg, hogy a saját autentikus mozgásunk hogyan gyógyít minket, hogyan mutatja meg a testünk feketén-fehéren, hogy miben vagyunk, a test érzeteink. Az megmutatja? Hát az mozgás közben, igen? Persze. De mit például? Például mondjuk van egy olyan gyakorlat, hogy párpárítom az embereket, és akkor az egyik manipulálja a másikat. De csak így fizikálisan belehelyezi különböző pozíciókba. És akkor az egyik azt figyelje meg, hogy neki milyen manipulálni, a másik pedig azt figyelje meg, hogy neki milyen pulhátnak lenni. Igen, köszönöm szépen. És hogy van, aki mondjuk, hogy azt gondolja magáról, hogy hát őt aztán egyáltalán nem lehet irányítani, na ő nem, és ott meg így egyszer csak teljesen át tud adódni ennek, mindenhova hagyja, hogy a partnere vezesse a testét, ez nyilván, tehát ott van feketén-fehéren, hogy nem biztos, hogy úgy van akkor, ahogy gondolod, mert ennek különben nem tudod magadat így átadni. Vagy valaki ilyen teljesen vezető pozícióban van, és ő mindig mindenkit kontrollál, és ő azt is mondja, hogy nem tudja ezt kiengedni a kezébe, és ott mondjuk így ott van, hogy hát tényleg. Tehát, hogy ő ezt nagyon, azt a szerepet nagyon jól csinálja, de amikor szerepcsere van, és őt manipulálják, azt meg egyszerűen nem tudja hagyni. Rengetegen szenvedünk testszégyentől, vagy az önelfogadás hiányától, vagy attól, hogy nem merjük magunkat megmutatni teljes fényünkben, mert hogy mit szólnak mások. Tehát ezeket már mondjuk ott az órán is egyszer ki tudjuk magunkból pörgetni, mert pont ugye ez a komfortzóna dolog, hogy kilépek belőle, megmutatom magam, hozzám érnek. Eleve ez is, tehát hogy a magyar társadalomban nagyon kevés az érintés. Tehát, hogy tényleg csak a legközelebbi emberekkel. Viszont mindenki vágyik rá. Én azt látom, hogy mindenki szeretet, figyelem és érintés hiányos. És már maga az, hogy ezt itt megkapja, már maga az, hogy itt nyílik a szíve, és aztán ezt viszi tovább, tehát mondjuk hazamegy a családjához, és akkor... Tütrebotra ölelget mindenkit? Akár, és akkor majd ők is ölelgetnek másokat. Tehát, hogy azért ezt tök szépen tovább lehet vinni. És ezáltal azért nagyon-nagyon sok minden, tehát szorongások tudnak oldódni. Hogyha mondjuk valaki nagyon küzd, mondjuk akár ez az érintés dologgal, hogy ő egyszerűen nem tudja befogadni, pedig amúgy szeretné, ez is nagyon, nagyon gyakori, hogy a vágy az ott van, de valamilyen nem tudja, tehát hogy valami, akár valamilyen múltbéli trauma, akár egy minta, vagy csak egyszer csak így bezárta a szívét, és már azt sem tudja, hogy ezt hogy kell kinyitni, és ezek ott meg tudnak történni, tehát ezek a folyamatok el tudnak indulni. Más kérdés persze, hogy egy embernek, de ez csak az én véleményem, egy embernek tényleg mindenkivel kell leülelkezni. Szerintem egy bizonyos határon belül érdemes ezt a fajta szeretetnyelvet gyakorolni oda-vissza. Tehát én nem hiszek feltétlenül abban, hogy ismeretlen emberek ölelgessék egymást, de értem, mit most mondasz. Nem feltétlenül, de hogy azért egy szeretetteljes érintés, ha valaki mellett csak persze. Így elmegyünk, és most itt nem is feltétlenül a villamoson mondom, de mondjuk, hogyha együtt dolgozunk azért napi 8 órát, ott azért úgy, majd is látom, hogy mondjuk valaki el van keseredve, azért lehet, hogy jól esik neki, ha megsimogatjuk a hátát, mondjuk. Szóval nem feltétlenül nagy ölelkezésre gondolok. Nagy extrém kitárulkozásokra kell gondolni. Mondjuk én nagyon szeretek ölelkezni, de az egy másik dolog. Láttatok is igazán megrázó vagy felemelő jelenetsorokat, átalakulásokat, felismeréseket, megváltozott érzelmi hangulatokat? Hát ez szinte minden foglalkozáson. Tehát azért az, amikor valaki önmagához olyan közel kerül, egy olyan intim viszonyba, ahol itt teljesen így lesimul az arca, és valahogy így megszűnik a környezete, szerintem az emberek akkora legszebbek.
hát én már azon el tudnám sírni magam sokszor. Tényleg? Én nagyon. Én van, hogy meghatódom, igen. Vagy az, hogy tehát azért vannak olyan történetek, hogy jó, tudom, hogy például ő, nem tudom, szexuális abúzusnak volt kitéve régen, ezért ugye neki nagyon nehéz mondjuk a közelséget elviselni, egy érintés, stb. És amikor látom, hogy egyszer csak már jól esik neki, hogy már ő kéri, már ő a mozgásával, a jelenlétével, és hát az is nagyon, nagyon megható. Vagy tehát most ilyen, ezek nagyon nehezen kézzel foghatóak, hogy ezt így miből lehet látni, de hogy így ott van, és az ember csak így érzi, hogy ott, hogy ott megtörtént a varázslat. Én úgy szoktam hívni, hogy egyszer csak ez a magic megtörténik. Ugye emellett te még gyerekekkel is foglalkozol, ez pedig, ahogy szerintem mindenki ismeri, ez a bohóc doktorság. Igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ti bohócnak öltöztök, és bementek gyerekkórházakba? Ez úgy van, hogy ugye van a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány, én ott vagyok az egyik bohóc doktor a 40 között, és igen, ez egy páros munka, van egy jelmezünk, van egy karakterünk, van egy nevünk, és de több programunk is van, tehát igen, az egyik és az egyik fő az, hogy a gyerekekhez menjünk a kórházba, de van idősek otthona programunk, már van autista gyerekeknek szóló programunk, megyünk a menekültekhez is, illetve van, hogy az intenzív osztályra megyünk, az ugye ez egy picit más, amikor a műtéthez felkészítik a gyereket. Húha, én ehhez lehet, hogy gyenge lelkű lennék. Tehát most így gondolom azt, hogy a gyermekek nagyon látványos vagy tetten érhető szenvedésével kell találkozni, mi több, még egy kicsit abból át is kell venni az embernek, és arra is kell figyelnie, hogy azért ne legyen rajta annyira látható, mert úgy nem érdemes oda menni, hogy látványosan sajnáljuk azt a kicsit. Hát ehhez azért nagyon föl kell vérteznie magát az embernek. Hát kemény tréningünk is van hozzá, hogy ezt azért mind szakmailag, mind ugye pszichológia szempontból, tehát tényleg nagyon átfogó az a képzés, amiben részt kell vennünk ahhoz, hogy mi megkapjuk azt a papírt, hogy igen, mi bohóc doktorok vagyunk, tehát van szociológiánk, pszichológiánk, tehát hogy minden, illetve ugye van a szakmai rész, mert mi egyébként, tehát hogy mi előadó művészek vagyunk, nem pedig orvosok, ezt azért fontos tisztázni, és az egyik fő szempontunk, hogy nem mi csúszunk bele a gyerek szenvedő világába, hanem mi rántjuk be őt a mi játékunkba, a mi világunkba, ahol ez is egy picit egy ilyen téves megközelítés, hogy mi mindig csak a jó kedvet visszük, de mi azt a közeget próbáljuk meg megteremteni, ahol a gyerek fel tud oldódni, ha ez éppen egy nevetésben csapát, akkor úgy, de ha éppen ki tudja adni az érzelmi feszültségét, akkor így abban. És mi társai vagyunk, és nem várunk el tőle semmit. Ez nagyon fontos szerintem, hogy például egy kórházi közegben, ugye mindenki csak jön, most vért vesznek, most ide menj, most már el kell menni vécére, most meghozták az ebédet, viselkedj rendesen, ne sírjál, ne félj, ne ezt csinál, ne azt csinál, és akkor megjövünk mi, és mi még azt se várjuk el tőle, hogy a játékunkba beszálljon, ha nem szeretne. Vagy ha ő tehát, hogy nyilván van olyan is, amikor így kifejezetten nem szeretné, hogy bemenjünk hozzá, akkor mi ezt tiszteletbe tartjuk, és nem megyünk be hozzá. És ez fontos, hogy ezt a fajta hangulatot a kórházba, hogy mi megtörjük. És egyszer csak a gyereknek játéktér lesz a kórház is. És akkor sokkal könnyebben van ő is ott, meg a szülője is, meg hát már akkor az orvosoknak, ápolóknak is könnyebb vele bánni. De amikor ennyi bajt, indokolatlan bajt lát az ember, mert a gyerekszenvedés az aztán tényleg a legszörnyűbbek egyike, akkor nem veszti el a hitét abban, hogy élni jó? Nem, mert az, hogy egy őszintessége, mert ez a bohóc karakternek egy nagyon-nagyon fontos sajátja, hogy őszinték vagyunk, tehát azt az érzelmet erősítjük fel, ami ott van, azt a hangulatot visszük be, ami bennünk egyébként bennünk van. És az, hogy látjuk, hogy ezzel a legtöbben tudnak jönni, a legtöbben, főleg egy gyerek azért rugalmasabb, tehát ő, ha nincsen annyira rosszul, ő ebből kilép, de még azok is, akik így rosszabbul vannak, ki tud lépni belőle, és örömet tudunk vinni a napjába. Most pont legutoljára megyünk ugye az autistákhoz is, és ott van egy csoport, ahol nehezebben kommunikálnak a külvilággal, tehát hogy nehezebb hozzájuk kapcsolódni. És sokszor ugye ott nem teljesen egyértelmű, hogy ez sikerül-e nekünk. És aztán ugye mi eljövünk. És pont most mesélte az egyik szülő, az egyik pedagógusnak, aki átadta nekünk az információt, hogy amikor aznap, amikor mi megyünk,
aznap az a kislány, aki amúgy nem beszél szinte semmit, egész nap, bár nem lehet érteni, hogy mit mond, de egész nap csak lelkesen valamit magyaráz. És az mindig csak azon a napon van, amikor mi ott vagyunk. És akkor egész délután, amíg még otthon vannak, meg még este is, ő teljesen felszabadultan valamiről mesél. És ez valószínűleg az a kapcsolódás, az a felszabadultság, az a tér, amit mi meg tudtunk teremteni együtt velük, hogy abban való örömét lelte, és azt ugye megosztja. A ti munkátoknak voltak éppen ez a sikere? Ebben mérhető? Mit értesz ebben alatt? Az, hogy egy gyereknek a viselkedése ilyen radikálisan változik meg a ti hatásotokra, pozitív irányba. Igen. Tehát tulajdonképpen eddig is tart, nem lebecsülve persze, eddig is tart a ti hatóerejetek. Ez szerintem nagyon érdekes, mert sosem tudjuk, hogy mit hagyunk ott. Tehát, hogy kijövünk egy kórházi szobából, vagy eljövünk az autistáktól, vagy kimegyünk az idősek otthonából a szobából, és nem tudjuk, hogy az meddig él tovább bennük, a térben. Tehát például ez is egy nem olyan régen mesélt az egyik ápoló az idősek otthonában, hogy az a néni, aki már hetek óta nem szólalt meg, nem nagyon mozdult meg, már mindenki azt arra várt, hogy hát most már valószínűleg eljött az ő ideje, és egyszer csak így mégis fénygyúlt a szemébe, és amikor mi így ott voltunk, akkor megszólalt, megérintett minket, és utána napokig újra itt volt velünk. Tehát, hogy ez, hogy addig tart, meg nem tudjuk. Igazából ezt nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Egyszer azt mondta valaki, amikor megkérdezték a orvossal beszélgetett egy ismerősöm, és megkérdezte, hogy miért van az, hogy az orvosok közt van a legtöbb vallásos, és azt mondta az orvos, hogy az egészségügyben dolgozókra is kitágíthatjuk mindezt. Azt mondta, hogy azért, mert mi találkozunk a legtöbb csodával. Ti tényleg sok ilyet láttok? Tehát olyat, ami mondjuk a kórház falain kívül, úgy az élet szépségéről vagy varázslatáról elképzelhetetlen? Nagyon. Én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát, hogyha már csak ezt nézem, hogy pont az előző csoport, akiről meséltem, az autista csoport, és ott vannak tényleg nagyon nehezen kapcsolódó gyerekek, akik nem szívesen kapcsolódnak így kifelé, tehát teljesen jól el vannak a maguk világába, és amikor egyszer csak így rádemeli a tekintetét, és érzed, hogy hát ő oda így most beengedett. Ti most együtt vagytok az ő világába, és az leírhatatlan, hogy mennyire csodálatos. Vagy hogy egy gyerek nagyon sír, bemegyünk zenével, jó kedvel, és ő utána kacag. És ezek leírhatatlan csodák. Én amikor forgattam annak idején gyerek osztályokon, mindig attól féltünk, és az volt az egészben a legborzasztóbb, hogy amikor visszatértünk, akkor már volt, aki hiányzott. És nyilván mindenki kitalálta ott a stábon belül is, hogy mi a hiányának az oka. Ilyennel is találkoztok? Sajnos igen. Azért az nehéz. Van szupervíziónk, van pszichológusunk, tehát, hogy aki azért így gondoskodik a mi lelki világunkról is, viszont szerintem mindenkinek megvan az egyéni feldolgozási metódusa. Én például ilyenkor nagyon szeretek, én ki tudom sétálni magamból, illetve esténként én elég ritualisztikusan, amikor így zuhanyzok, akkor így lemosom magamról, tehát azt képzelem, hogy így lefolyik rólam tényleg minden, amire már most ott nincsen szükségem, és nehéz mondjuk. Tehát akkor azt már tudjuk, hogy takarítasz, ha baj van, zuhanyzol és sétálsz. Tehát ezekkel a kis szertartásokra sok mindentől megszabadulsz. Én azt vettem észre, de ez sem egy döntés, csak észrevettem, hogy én valahogy nagyon szeretem jobban otthagyni azt a helyet, a helyzetet, vagy az embert, mint ahogy találtam. Tehát, hogy szerintem ez a kedvesség és jóság előrébb viszi a világot, és hogy ez bennem egy ilyen hajtóerő, ez bennem így bennem van, és nekem ezt így... Én nekem egy végtelen hitem van az emberekben, hogy igen, tudunk változni, igen, tudunk egymással jól bánni, tudunk magunkkal jól bánni. Én ezt annyira elhiszem, hogy valószínűleg képes vagyok mindent megtenni ezért, hogy amint látom valaki ott azt a kis csírát, hogy potenciáját, akkor én itt vagyok, segítek, bontsuk ki együtt, hogy így ott van, és még te se tudod, de hogy így csináljuk meg, és én mindent képes vagyok beleadni. Szoktam ilyen házi feladatot adni a tanítványaimnak, hogy két alkalom között, amilyen egymásra épülő, jó, akkor most figyelni kell a világban a szépet. És hogy ezt nyugodtan a kis dolgokban, hogy a lehulló falevél, de hogy ott álljunk meg egy pillanatra, és azt így engedjük be. És ugye azt kifelé is tudjuk, meg befelé is tudjuk. Hát akkor simogass sok embert, nézegessetek sok ilyen lehulló falevelet, és kívánom, hogy sok emberen segítsi módon. Köszönöm szépen!
Vecsei H. Miklós és Simon Renáta is abban hisz, hogy alapvetően az emberek jók. Ráadásul hangozzék bármilyen banálisan is, valószínűleg meg is éri jónak lenni, ha már ezt a kifejezést használtuk. Mi több, ne feledjék, mindenek előtt élni jó.